Az elmúlt hetekben újra jelentősen megugrott a napi új fertőzések száma Magyarországon. Miután a kormány megvizsgálta a járvány erősödésének legfőbb okait, két hete úgy döntött, lezárja a határokat. Az erre vonatkozó szabályokat a legutóbbi kormányülés alkalmával tovább szigorították, mely szerint a tranzitforgalmon kívül külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén. A hagyományos keretek között elindult tanítás az iskolákban is indokolta a védekezéshez szükséges intézkedések meghozatalát és az ehhez szükséges eszközök beszerzését. Változás, hogy a bejáratnál a jövőben minden iskolába belépő testhőmérsékletét kötelező megmérni. Fontos egészségvédelmi intézkedés továbbá, hogy a jövőben bárki, aki kéri, ingyenesen juthat hozzá az influenza elleni védőoltáshoz. A pénteki kormányinfó alkalmával Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, mintegy 10 000 milliárd forint áll rendelkezésre a járvány elleni védekezésre, valamint gazdaságvédelmi intézkedésekre. A kormány célja az az, hogy a védekezéshez szükséges feltételeket biztosítsuk. Ezek ma rendelkezésre állnak, kórházi ágykapacitás biztosított, lélegeztetőgép kapacitás biztosított, maszk, kesztyű és egyéb a védekezéshez szükséges eszköz utánpótlása szintén rendelkezésre áll. Ami a legfontosabb, hogy ezeket a fontos és a védekezés érdekében, az eredményes védekezés érdekében nélkülözhetetlen szabályokat tartsuk be, és emellett az ország normális működését biztosítsuk. Ami a legfrissebb adatokat illeti, péntek reggelre újra rekordot döntött az igazoltan új fertőzöttek száma. A 718 új megbetegedéssel már 10 909 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. Továbbra is Budapesten és Pest megyében a legsúlyosabb a helyzet, de jelentős emelkedés tapasztalható Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, ahol jelenleg 375 aktív fertőzöttről tudnak. Péntek délelőtt Nyíregyháza önkormányzata is közleményt adott ki a legújabb intézkedésekről. Ebben arról tájékoztatnak, a Kantémusz kórus énekkari próbáit és előadásait felfüggesztik, határozatlan időre elmaradnak a Móricz Zsigmond Színház előadásai, és a Váci Mihály Kulturális Központ is törölte szeptemberi és októberi rendezvényeit.